Hátrányos helyzetű felnőttek képzésének eredményeiről tartottak előadásokat a Nyíregyházi Egyetemen a Felnőtt Tanulók Hete programsorozat keretében. Nyíregyházán először rendeztek olyan workshopot, amely bekapcsolódott a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal országos projektjébe. Ez a programsorozat úgy működik, hogy mindig az ország több településén vagy több régiójában vannak egyszerre rendezvények, és mindig olyan helyre viszik ezeket a rendezvényeket, ahol valami fontos dolog, vagy valami fontos probléma megoldására próbálnak gyakorlati alkalmazási lehetőségeket bemutatni. A Nyíregyházán most van először, és miután a Nemzeti Felnőttképzés és Szakképzési Hivatal koordinálja ezeket a rendezvényeket, ők úgy gondolták, hogy nálunk a megyében vannak olyan eredmények, amelyeket érdemes országos szinten is megismerni. Itt most bemutatjuk ezeket a jó gyakorlatokat, nehézségeket, problémákat, ami fölkerül az NSFH, tehát a Nemzeti Felnőttképzés és Szakképzési Hivatal honlapjára, és én bízom abban, hogy olyan szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, rátalálnak, és kérdésekkel, tapasztalatokkal, véleményekkel keresik meg a itteni szakembereket. A közönség soraiban nappali és levelező szakos hallgatók ismerkedtek meg a felnőtt oktatás gyakorlati kihívásaival és eredményeivel. Malamides Andrea andragógus azzal kapcsolatban osztotta meg szakmai tapasztalatait, hogy miként segítette az általa tartott képzés a résztvevőket a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Én textilösszeállító képzést vezettem, szakmai oktatóként vettem részt a képzésekben. Én sikernek értékelem, hogy egy viszonylag rövid képzés után 6 ember el tudott helyezkedni ebben a szakmában. További 10 ember szintén talált munkát más területen, és 7 ember, 7 hölgy pedig úgy döntött, hogy ezen felbuzdulva tovább folytatják a tanulmányaikat, és megszerzik az érettségét. Horváth Dominik humánfejlesztő előadása egy nyíregyházi utcabál tanulságait osztotta meg a hallgatósággal, amely fontos szerepet játszott abban, hogy az ott élők közelebb kerültek egymáshoz.